Több mint 1000-en vettek részt Pécs belvárosában Magyarország egyetlen vidéki LMBTQ felvonulásán. A felvonulók körbesétálták a belvárost, az útvonalat kordonnal biztosították, semmilyen atrocitás nem zavarta a résztvevők vonulását. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen így az országban jelenléte annak, hogy milyen sokan vagyunk, és hogy milyen sokfélék vagyunk, és biztos jó érzés lát azoknak a fiataloknak, akik pécsiek is látják, hogy itt is kiállnak értük. Egy nagyon nyitott város, nagyon szabad város, és hogy itt, tehát hogy mielőtt volt itt legelőször Pécsen Pride, akkor is egy nagyon elfogadó város volt, szóval, hogyha én itt sétálok, itt az utcákon Pécsen, LMBT emberként, akkor én így biztonságban érzem magam, meg jól érzem magam, meg a belvárosban van több olyan hely, ami kifejezetten LMBT barát. A magyarországi pártok közül a Momentum és a Két Farkú Kutya párt képviseltette magát. Az eseményen nyugati diplomaták is részt vettek, köztük David Pressman, amerikai nagykövet is. Pressman azt mondta, az Egyesült Államok mindig kiáll az alapvető emberi jogokért és értékekért, a szabadságért a társadalomban, a szabad vélemény nyilvánításért. A rendezvényen bátor magyarokat lát, ezért büszke és boldog, hogy itt lehet. I see brave Hungarians doing just that. So I'm proud to be here today and I'm happy to answer your questions. A Pécs Pride-ot negyedik alkalommal rendezték meg. Az esemény egyben egy négynapos emberjogi fesztivál záró rendezvénye volt.